Itt vagyunk Szekszárdon, még mindig a pályaválasztási kiállításon, és mégis csak maradunk Pakson, mégpedig az energetikai szakgimnázium és kollégiumot mutatjuk be önöknek Paksról. Ugye, ahogy mindenki ismerheti a paksi eszit, ebben pedig Csanádi Zoltán igazgató úr van a segítségemre. Mit érdemes tudni a szakgimnáziumról? Szakgimnáziumi képzés tulajdonképpen klasszikus érettségit ad a negyedik év végén, emellett kettő darab OK-s szakmát, tehát országos képzési jegyzékben elismert szakmát lehet megszerezni 5 év alatt a szakgimnáziumban. Ehhez az érettség után a második szakmához még ott kell maradni technikumba, viszont ilyenkor egy emelt szintű szakképesítést lehet kapni nálunk. 16 egyetem és 20 cég környező cég jött agitálni, hogy hozzájuk menjenek a diákok, mindenki állásajánlatokkal, továbbtanulási ajánlatokkal bombázt az eszibe végzetteket, nálunk a tanok 80%-a továbbtanul, és tártkarokkal várja az összes nagy ipari vállalat a környékbe az eszis diákokat. Amiket itt láthatnak a standon, ezt az eszis diákok csinálták szakkörű formában, illetve tanórákon, nálunk ugye rengeteg nagyon érdekes szakmát lehet tanulni, talán ezeket föl is sorolnám most, hogy milyen képzések vannak az eszibe. A jövőre induló osztályunk lesz a gépész osztály, ez a gépész ágazati képzést nyújtunk itt, a B osztály lesz a szoftverfejlesztő, informatika ágazati képzést nyújtunk, a C osztály a villamosipar és elektronika, ennek kettő kimenete is lehetséges, vagy gyengáram, vagy erősáramú technikus lesz az itt végzett tanuló. A D osztályban tipikusan lányok jelentkeznek, itt az egyik fele közgazdaságtan tanul, a másik fele pedig ügyvitelt. Az ügyvitelnek érdekességét kötelez az orosz nyelvtanulás Paks 2 kívánságára, kérésére, és az E osztály, az egy új osztályunk, eddig nem volt, most idéntől lesz újra egy E-osztályunk, amiben pedig az egyik fel a környezetvédelmi technikus képesítést kapja, a másik pedig tulajdonképpen a siker szakma, a mechatronika, ez egyedülálló itt a régióba, ez a cégek és az egyetemek kérték, illetve az oktatás irányítás kérte, hogy legyen az eszébe mechatronika. Erre a területre azt kell tudni, egy nagyon jó, fejlődő terület, illetve a mának a tudományága, három területet ötvöz magába, a gépészetet, az elektronikát és az informatikát. Tehát itt végzettek, tulajdonképpen tudják majd a robotokat létrehozni, szerelni. És hát mit lehet tudni a tanórákon kívüli életről és a szakkörökön kívüli életről? Nagyon jó, vidám viák élet van az eszibe természetesen. Ezeken a szakkörökön, bálokon, bulikon a diákok nagyon jól érzik magukat. Rengeteg kirándulásra lehet menni az eszibe. Olaszországba, Erdélybe, Ausztriába, Sitáborba szoktak menni az eszis diákok. Tehát azt lehet mondani, hogy egy vidám élet folyik nálunk.